február 14-től június 30-áig látogatható a Szív képei című kiállítás a Zsinagóga galériában. A tárlat a British Council támogatásával valósult meg, a középpontban a szeretet, a szerelem jelképe, a szív áll. A kiállítás ezt a témakört járja körbe három különböző nézőpontból: szellem, test és lélek. Ismét világjáróklub a Művészetek Házában. Február 21-én 19 órától Norvégiát ismerhetik meg az érdeklődők. Előadást tart Herpai Imre, földrajztanár. Február 28-ig látogatható Madarász Gergely festménykiállítása az Átrium galériában. A Tangó című komédiát nézhetjük meg a Gárdonyi Géza Színházban február 17-én és 18-án délután 3, illetve este 7 órai kezdettel. 20-án és 21-én a Tanulmány a nőkről című zenés darabot, a stúdió színpadon pedig ugyancsak 21-én a Pityu bácsi fia című színművet adják elő este 7 órától. Csehov Medve című darabját mutatja be az Adáshiba színjátszó csoport február 21-én este 7 órától a Bartakovics Béla Művelődési Központban. A Művészmoziban február 19-én 19 órai kezdettel nézhetik meg az érdeklődők a Kőkemény című német filmet. A történet főhőse egy 15 éves fiú, aki Berlin legelőkelőbb, legvagyonosabb negyedéből egyik pillanatról a másikra kerül a város legveszélyesebb környékére, majd drogfutárként kezdi el keresni kenyerét. 20-án este 8 órától a Tudatlan tündérek című olasz-francia filmdráma forog, melyben Antónia sok évi boldog házasság után elveszíti férjét autóbalesetben. Ezt követően jön rá, hogy a férfinek szeretője volt. Ez a felfedezés felrázza Antóniát bénultságából, és nyomozni kezd az ismeretlen után. 21-én, szerdán 19 órától pedig a Kiskirály című német-francia-orosz filmet vetítik. A főhős Platon Makovszky négy társával együtt azzal kezdte karrierjét, hogy doktori disszertációkat írt pénzért. Később már milliókat keresnek, és szembe kerülnek az orosz maffiával is. Platonnak egyre nagyobb a hatalma, de egyre kevesebb a barátja. Későn jön rá, hogy túl nagy fába vágta fejszéjét. Az Uránia mozi nagytermében február 15-től 21-ig délután 4 órától látható a Borat című amerikai vígjáték. A főszereplőt korábban Ali G-ként ismerhettük, most azonban kazah riporterként próbál fényderíteni, mi a titka az amerikai álomnak. 16-től 21-ig pedig az Apokalipto című film forog este 8 órától. A Passió rendezőjének Mel Gibsonnak új filmje a Kolumbusz előtti Amerikába kalauzolja a nézőt, ahol a maja birodalom több mint 1000 évig uralkodott, létrehozva egy rendkívül fejlett civilizációt, de végül egyik pillanatról a másikra omlik össze. A Kamarateremben a Fegyverszünet karácsonyra című német-francia-angol-román háborús filmet vetítik ugyancsak február 15-től 21-ig. 1914-ben kitör a háború. Beköszönt a tél, vele együtt a karácsony is. A fronton harcoló katonák úgy döntenek, az ünnepek idejére békét kötnek egymással. Latin Parti és Konga Show várja az érdeklődőket a Hallgatói Klubban február 19-én hétfőn. 20-án este 7-től borkóstolással egybekötött hőkbuli, majd 10 órától pizsama parti. 21-én szerdán ismét Global Cooking Night, ahol a főiskolánkon tanuló külföldi ösztöndíjas hallgatók engednek bepillantást konyhaművészetükbe. A programokhoz mindenkinek jó szórakozást kívánok!